Dagoly, hiszen a dalnál ma nincs jobb forradalmár. Helyette tisztat kilasz, ha te is belehalnál. Ratkó József énekelt verseiből nyújtott át egy csokorra valót a Nagy Érdeműnek, a Hangraforgó Együttes Nagykálóban. Ratkó József születésének 75. évfordulója alkalmából. Ebben az évben nem Nyíregyházán, hanem az elhunyt költő lakóhelyén rendezték meg a díjátadó ünnepséget. A Ratkó József díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány. Azért hoztuk létre, hogy Ratkó József igényességét, Ratkó József irodalmi eszményeit valami módon megpróbáljuk megjeleníteni úgy, hogy azokat a tehetségeket, akik mutatkoznak, azokat a fiatalokat, akik már életművet tettek le rövid pályafutásuk során, azt a középnemzedéket, amelyiket elfelejtette egy kissé az irodalmi kritika, azt arra fölhívjuk a figyelmet. Az idei díjazott Babosi László a megyei közgyűlés alelnökétől, Gulyás Józseftől vette át az elismerést. A Nagykálóban élő könyvtáros, bibliográfus, évek óta egyik szorgalmas gondozója a Ratkó életműnek. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte a költő teljes irodalmi munkásságát. Mint mondja, nagyon meghatódott, amikor megtudta, hogy idén ő kapja ezt a rangos elismerést. Nagyon meglepődtem, mert egyáltalán nem számítottam rá, mert a díjakat eddig neves irodalom, történészek és költők kapták, és hát nagy felelősséggel is jár, mert hát olyan emberek, Balázs József, a csodálatos író, Nagy Gáspár, a kárpátaljai Fábián László költő, János Zoltán rektor úr, akit egyik példaképen megtekintek, mint irodalomtörténészt, vagy Elek Tibor, a szintén nagykálói születésű irodalomtörténész mellett megkapni ezt a díjat, ez nagyon megtisztelő. A Nagykálói Művelődési Központban megtartott ünnepségen a megjelent érdeklődőket irodalmi beszélgetésre is meginvitálták, amelyen napjaink költészetéről és természetesen Ratkó József költőről esett szó.